I pig in. I know that you've been down. I pig in. I need it coming. I suck it. Suck it. I got to give it. I pig nice. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök Viva Natura vagy ilyen televíziót látnak, ezen belül is a Lelkedő zenélek című adásunkat. Török Péter és Szép vagy Nice Charlie a vendégem. Az ad aktualitást a mai beszélgetésünknek, hogy régen a zenét lehetett hígítani, de ma már nincs mit hígítani, olyan egy pohár vízbe egy-egy csöppet beletesznek és azt hívják zenének, és akkor most nagyon analóg és allegorikusak voltunk ebben a dologban. Ti, mint igazi régi rockerek, zenészek, hogy éritek meg ezt a mai zenei világot, amikor nem lehet már rádiót se hallgatni, ha csak nem az ilyen régió zenéket játszó csatornákat találjuk meg? Hát az pedig egyre kevesebb van sajnos, és én most nem akarom szídni egyetlen egy állami adottság, de ez hallgathatatlan. Tehát én, mikor Magyarországra jövök és átlépem a határt Magyarországra, tehát Ausztriára, és egyre az adás egyre rosszabb lesz az osztrákoktól, akkor bejönnek a magyar adók, és hallgathatatlan zenéket játszanak. Tehát ez az alternatív hullám, ami itt megy, és amit nyomnak, és erőltetnek, hát ez borzasztó. Sajnos a rock és egyéb ilyen más zenei adók pedig mondhatnám azt, hogy nincsenek. Tehát... És ezzel etetik a gyerekeket, és azt hiszik, hogy ez a realitás. Igen, igen. Nem is hallanak igazi zenét. Nem, sajnos. Tehát annak idején még nem is olyan régen volt rock rádió, Érden sugárzott, Érdről sugárzott, bezárták. Tehát nem kapta meg az engedélyt továbbiakban. Úgyhogy az is megszűnt. És ők pedig igazi magyar rockzenét és rockzenét játszottak. Uh-huh. Ugyanígy nincs igazi funky, igazi soul zene, tehát nincs igazi magyar zene. Ugye, mert hogy a zene, egy korábban az beszéltük, felszabadít, igaz? Uh-huh. És ha olyan zenét játszunk, ami viszont szellemileg lezombosít, akkor valamilyen tömegszélt elérnek ezzel. Hogy látod ezt, Péter? Én szomorú vagyok, mikor találkozom egy társasággal, és akkor jönnek, hogy nagyon jó barátom, mondhatom az egyik legjobb barátom, akinek két gyereke van. Láttad-e szombaton ezt és ezt a műsort? Mondom, nem láttam, mondom, mert egyszer belenéztem, ilyen fiatal tehetségek különböző, van ez a két nagy televízió, aki ezzel foglalkozik rendszeresen, és évről évre termeli ki a idézőjelbe a tehetségeket. Lehet, hogy abban a pillanatban tehetséges az a kisgyerek, előtte egy vagy két hónapig dolgozott rajta az öltöztető, a sminkes, valaki megtanította, hogy kicsit tudjon énekelni. Ez egy Pigmalion esete, nem? Pigmalion, amikor megtanítja egy hónap alatt rendesen tájszólásból beszélni, igen, és megtanítani táncolni, de utána visszateszed ugyanabba a környezetbe, honnan jött, akkor Pigmalion sajnos ugyanúgy fog beszélgetni. És már akkor, mielőtt kiszúrják a gyerekek közül, már akkor tudják, hogy melyik lesz az első. Nem azért, mert ő a legtehetségesebb, hanem ott valami olyan érdek van a háttérben. És leszerződtetik őket két évre. Én láttam ilyen szerződést, tudnék, az egyik ilyen kis véletlenül tehetséges kislányt be akartam venni a zenekaromba évekkel ezelőtt énekelni, vokálozni, és ilyen Tina Turner-es kis programot is be akartam tenni a műsorunkba, és hát ezt nem tudtam, mert jött a papa és mutatta a szerződést, hogy két évig nem lehet, hogyha... Utána meg jó elfelejti két év múlva. Ó, te már most el van szegény felejtve. Aha. De hát nem is lehet ez egyébként, nincs életjogosultság ezeknek is emberkéknek, hiszen azért hozzágetlen, hogy annak idején mi még tanultuk a zenét. Tehát iskolába jártunk, és hangképzésre jártunk, és zeneelméletre jártunk. Most ezek a kisgyerekek mit akarnak? Kapnak egy jó nevű kis orgonát, ahol ilyen rigmusok eleve benne vannak. De minden. És akkor már nem a Digi lejátsz a zenét, hanem a Digi csinálja a zenét. Igen, tehát, meg, tehát milyen zenéket tud ő csinálni? Néha ellen kap egy rigmus, de általában ezek borzalosztó. A Digik is zeneszerzők lettek. Hát most már az. Egyébként a legszörnyűbb dolog az volt, hogy az egyik barátom mesélte, hogy aki egy ilyen romkocsmában dolgozik, azt mondja, képzeld azt, hogy megjött a DJ a pendrive-val a zsebében, és megkezdte, hogy van laptopotok? Tehát ez a DJ és ez a mai zene. Hát ez botrány. És ugyanakkor felmarkolt több mint 100 000 forintot azért, hogy ott elbohockodik a pendrive-ja. Drága pendrive, biztos. Igen, igen.
ugye tudjuk, hogy szórakoztatása népeket lehet irányítani, ezt nagyon jól tudjuk. Tehát, hogy amikor cenzúrázták meg annak idején a szövegeit, a rockzenészek szövegeit, és nagyon sok zene a tűrés, tagadás, tiltásba került bele. Láttuk, hogy az akkori mondatok az emberekbe zümmögtek, és innen indultak el csöndes forradalmak az emberek lelkében. Na most ma, amikor ezekből a zenékből semmit nem lehet belülről zümmögni, csak a káosz csinálja ezen, mi a céljuk szerintetek? Szerintem a társadalom megbontása. Tehát az, hogy ne legyen egy egységes társadalom, ne legyen egységes nemzet, ne legyen egységes fiatalság, ifjúság, mert az forradalmi. Tehát azért erre nagyon vigyáznak mindenhol, Amerikában is, és mindenhol, hogy legyen olyan sok széthúzó erő az emberek között, hogy csak nehogy, nehogy 10 ember összejön, mert 10 ember az már egy hatalom lehet. És ezért lebutított kis tömegekkel meg azt csinálnak, amit akarnak. És a gyerekek nem is tudják, hogy mit tesznek. Bizony, mi még forradalmárok vagyunk, hát engem még megvertek március 15-én. De ezek a gyerekek már ezt se tudják. Hogy nem, nekem még levágták a hajam a rendőrök. Igen? Bevittek a fodrászhoz, bizony. Kijöttem az Árpád gimnáziumban voltam, ott jártam, és kijöttem az iskám, és akkor még ilyen kis sapkánk volt, mert egyenruhába kellett bemenni, és a sapkára be volt gyűrve a hajam. És akkor kijöttem, akkor hogy kicsaptam a hajamat a sapkal, és a rendőr ott állt, és azt mondja, gyere csak ide. És ugye, akkor nem volt, nem. Ma már hívhatnál az ügyvédet, hogy milyen jogalapon, de igazából. Na, bizony. Nekem ezzel kapcsolatban van egy gyorsan elhadarom. Én fölöttem a budai várba, édesapám pap volt. És milyen pap, ha ezt meg lehet? Adventista lelkész volt az édesapám. És én akkor már belvárosi srác voltam, tehát mindig lejártam a belvárosba. A Párizsi udvarnál, ott a Majom-szigeten, ott találkoztunk, szépen öltöztünk, vagy farmerba öltöztünk. Igen ám, de a várklubban nem engedtek be, nagyon sok klubban nem engedtek be, csak öltönyben, nyakkendőbe. Jöttek az olaszok, megvettük tőlük a jó zakókat. Igen ám, de fehér ing kellett. Nekem meg fekete ing volt, vagy mindenfajta színű ingem. Meg a haverjaimnak. Az úttör inged már nem volt meg. Ez fehér volt. Na a lényeg az, hogy édesapámnak a szekrényből egy jó pár inget így kivettem, elloptam, úgyhogy elnézést szegénytől. Itt az elejét kivágtam, begyűrtük a srácok a zakó alá, bementünk a várklubba, oda valahogy mindig be tudtunk lógni. A lényeg az, hogy bent voltunk. Volt már olyan, hogy a női WC-be kitettünk egy papírt az egyik fülkére, hogy ez nem működik, ott szorongtunk, elindult a buli, és akkor utána kijöttünk, zakó zsebbe be, és miénk volt a vélek. Ifjúsági parkba, és nagyon sokáig még farmer nadrágba se lehetett bemenni. Tehát én hozattam kintről az egyik haveromnak, valami diplomata volt a papája, egy gyöngyvászon arany léviszt, és azzal jártunk az E-klubban mindegyikünk. Ez a Vörös Október ruhagyár terrorre volt az emberekkel szemben, igaz? Nem lehet. Semmi szem, hozott édes drága anyám egy farmert nekem, csak ő mondtam neki, hogy hozzá egy 28-32-es, az hozott egy 32-28-at, ugyanaz aztán nem volt, Szabó átvarta nekem Pesten, és akkor itt vert a bokámat. Ezek a gyönyörű korszakok voltak, de ugorunk egy óriásit, amikor óriási a csillagás, a pompa, tehát olyan cuccokat mi akkor el tudtunk képzelni, én fénytechnikával is foglalkoztam, nem csak hanggal, és akkor megjön a nagy semmi, általában énekel, de a hangját se hallod, mert valamilyen visszhangosítóból jön ki az egész óriási produkció, és akkor elérkeztünk a szakállas nő esetéhez. Amiről elég sokat beszéltek, és nem is azt a részét szeretném megközelíteni, hogy az emberekben ez milyen visszatesztést tesz, amikor például a gyerekük megkérdezi tőlük, hogy anyuka, akkor ez most kicsoda, hogy bácsi és mégis női énekel identitázával. Ti szakmai szempontból, művészeti értékben mit tudtok ezekre a produkciókról mondani? Én sokat nem, mert nem nézem. Igen, de gyakorlatilag ez nem tudsz ugye elmenni. De hogy baj. Akkor köszönöm. De abszolút nem baj. Hát aki minket néz, az nem tévét néz általában. De viszont nekik is vannak gyerekeik, és megérint őket ez a nem probléma, hanem ez egy irányzat, amikor az embereket ebbe akarják beterelni, hogy ez a real valóság, ez az igazi élet, Babó Csai néni. És egyszerűen nem látom, hogy ebből hogy lehet kifordulni. Nekem egy éves az Olivier unokám, és hát olyan szerencsés vagyok, hogy 50 méterrel lakik tőlem az unokám, a kert végébe a másik házba, és a kisgyerek nagyon sokat van nálunk otthon. Behozzák, vagy becsúszik, bemászik, felmászik a hangfalhoz, ráteszi a kis kezét, és utána mutogat a hifi torony felé, hogy kapcsoljon be, mert nem szól. Múltkor levittem a pincébe, onnan hoztam föl bort,
és ott voltak ilyen kis játékgitárok, lógtak. Aha. Ilyen műanyag gitárok. Na, mondom, az egyiket a kezébe teszem a kiskölyöknek, fölhozom a pincéből, leülünk, kezébe adom, először megmutatom, hogy mit lehet ezzel csinálni. Balkezes lesz a gyerek, tehát megfordította, és már zörög. És már mozog a ritmusra, a zenére, és hogyha egy John Mayer koncertet nézek a tévébe, már rögtön a kis járókájában már figyel a gyerek, hogyha valami zenét hall, akkor már rögtön figyel, és már kicsit mozog, tehát vagy előveszem a gitárt, reakció, ezzel reagál. Azt mondod, hogy minden gyerekben benne van az ős igény, az igen. ős ritmus a zenére, igen. és hogyha egyszer nem a számítógépet kapcsolják be nekik, hanem az igazi zenét, egy Mayert nézek, nem volt kedvencem, de örülök, akkor viszont tudja, hogy mi, és el lehet újba ezen az úton indulni, igen. és aki igazi zenét akar játszani, meg hallani, az igazi zenét kezdjen el tanulni. Hogy látod ezt, Charlie? Én most visszatérve erre a szakállas... Hölgye? Akár, na ez nekem nem hölgy. Valami, ez volt egy, fogod érteni, hogy a Der az a férfi, a Das az a nő, ő meg a Di. Nekem ez egy lény, tehát egy lény. De legyet se bántjuk. De nem bántjuk, igen. Tehát visszatérve erre, ez nyílt titok volt mindig, hogy homoszexuálisak és biszexuálisak ebben a szakmában nagyon sokan előfordulnak. Ne bocs, de ti időtökben is voltak. Hogyne. De akkor mi megvertük, és... Nem, én nem vertem meg, és nem is vetettem meg őket, hiszen ez valahogy hozzátartott. Egészen addig, amíg szépen önmaguknak, és nem kirívóan történt ez az amíg egész élik dolog. Nyugalomban az életüket, igen. de ebből nem akarnak kifele demonstrálni. Erről van szó. Hát azért nyílt titok, hogy Hollywoodtól kezdve Elton John és mindenki együtt él valaki mással. De hát ez nem úgy történt, hogy most akkor kiállok a színpad, és akkor én most hivatalosan homoszexuális vagyok. És a legtöbb problémák ott történnek egyébként, amikor először Németországban a berlini, akkori Berlinnek a miniszterelnöke felállt a pulpitosra, és között, hogy hölgyeim és uraim, szeretnék majd bejelenteni, hogy homokos vagyok. Mi szükség volt erre? Igen. Uh-huh. Abban a pillanatban így megváltozott a világ. Megváltozott a világ, és abban a pillanatban elkezdődtek ezek a hatalmas nagy fesztiválok, utcai fesztiválok, amikor elszabadult a pokol, amik tényleg elszabadult a pokol, és ez a szakállas lény ennek a következménye, egy szörnyű gnóm kijött. Tehát ez egy ilyen, olyan, mint hogy kiöklendezte magából a társadalom ezt a szüleményt. Ez egy üzlet különben. Nagyon sok... más nemi identitású nézőnk van, és őket is nagyon szeretjük. Tehát aki otthon van, és hozzuk ezt ki a részét belőle, aki szereti az azonos neműt, és ebből nem csinál politikát. Természetesen. Azt elfogadjuk. Én ugyanezt mondtam, igen. Nem kell megverni őket. Nem. Van egy kérdésem, szerintetek annak idején több volt, vagy csak jobban elrejtőztek, vagy ma sokkal több? Mondjuk ez egy, de én azt hiszem, majd divat hullám is ez valahol. Hát én divatból nem tudnék egy férfit szeretni, szóval... Én sem, de ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a társadalom, az egész életszínvonal és az egész életkörülmények olyanok, hogy az emberek valahogy megcsömörlöttek. Nem csak a szexualitástól és önmaguktól, hanem az egész társadalomtól, és megpróbálnak valami újat belevinni az életbe. Tehát a társadalom arca ez, hogy ők így néznek ki, hogy inkább... Tehát ez az egész aberrátság a nemi jellegekben is megjel ki. Sajnos igen. Én azt látom, az egész mögött egy hatalmas üzlet van. Hatalmas üzlet. Azok a műsorok mennek, ahol be kell telefonálni. Ezek általában emelt díjas telefonok. Az a televízió társaság ezzel már nyert. Nagyon-nagyon nézettség. De azt a fesztivált is egy televízió társaság übereli, tehát... 500 millió ember betelefonál, igen, az már neki előtt. Képzeljétek el, ez mekkora pénz. Elképzelni nem tudjuk szerintem. A másik, hogy ugye egy komoly üzleti befektetés áll egy ilyen rendezvény megszervezésében, tehát üzletemberek üldögélnek ott. Ezek lobbisták, ezek az emberek. Ezek a különböző baráti körből, üzleti szférából az üzenetet valahogy megpróbálják átadni. Hát most sajnos, amit a Charlie is mondott, hogy egyre többen lesznek ilyen emberkék, akik nyíltan kijönnek az utcára és mondják, mint politikusok vagy hétköznapi emberek, hogy ők másmilyenek. Én úgy érzem, mind a hárman maradi gondolkodások vagyunk akkor, és a régi hagyomány
korosztálynak megfelelően mi imádjuk a nőket, és ez a jó dolog. Ezt és mindenki már hagyja otthon. Gondold meg. Hát, ugye, ezt mindenki hagyja otthon, és az, hogy belevinni a művészetbe. Charlie értette azonnal. Hát, sosem mehetünk nyugdíjba. Tehát amíg a drága fiaink nem férfiak, addig a nőknek szükségük lesz férfiakra. És az a baj, tudjátok, hogy újságok erről címlapoznak, címlapra rá lehet kerülni egy ilyennel, és a világon, vagy Európában szerintem minden újságnak a címlapján ez a srác, vagy nem tudom mi, rákerült. Még egy jó zenész mondjuk nem került föl oda. Aha. Ez az értékrend felbúlása. Igen. Most egy kicsit zenélünk, aztán visszajövünk ezzel a gondolattal, jó? Az értékrendekről beszélgettünk itt a zene előtt, hogy alapvetően devalválódtak az igazi értékek, tehát nagy rockerek nem kerülhetnek a címlapokra, ugyanakkor ilyen rupotlan legyek, ahogy te fogalmaztunk, azok lehetnek, de ha valamilyen módon úgy irányították az emberek igényét, hogy ebbe az irányba orientálódjanak, akkor ez mögött egy óriási üzlet van, hogy Péter, te mondtad. Én azt gondolom, hogy táplálkozással, génmanipulált ételekkel, mindennel, ami chemtrail-lel, sugárzással az embereknek akár még a nemi identitását is be tudják folyásolni. És mondtad az előbb, hogy az unokád bemászott, meg egy éves nyitigyárt sem. Na, nekik nem lesznek utódaik, tudod? És az egész társadalmi jövőképe úgy van az egész biológiai felállítva, hogy azért kellnek a nők, nem azért, hogy mi jól érezzük magunkat velük elsősorban, hanem azért, hogy utódakat hozzunk létre. És legyen olyan társadalmi körülmény, megfelelő élelmiszer, megfelelő biztonság, hogy az utódaink felnőjenek. Na most ez ellen folyik egy óriási háború, és mindig meg akartam valakitől kérdezni, hogy amikor annak idején ilyen nagyon csúnya heavy metal zenéket hallgattak, nagyon sokan ugye ott vannak extázisban, nekem nem jött be, mert az nekem a káosz zenéje volt. Mi igazából a heavy metalnak, azok a nagyon durvának a lelke és lényege, és hogy tudott az akkora tábor szerezni szerintetek?
Én a mai napig azt nem is tartom, nem az, hogy zenének, nem akarom bántani azokat a zenészeket, mert ők is ugyanaz a zenészek, ugyanúgy megvásárolják a hangszereket, ugyanúgy próbálnak, gyakorolnak, de hogy mit, azt nem tudom, nem tudom, és odaállnak, mi normális ruhába odaállunk a közönség elé, és előadjuk azt a műsort, amit megbeszélünk és leadjuk. Hát dallamos, hangerővel, ritmusos, váltakozó, hangerővel, mindennel. Tehát és ez egy finom zene szerintem. És nagyon sokszor visszatérünk régi magyar zenékhez, mint például a Csárinak is van a Monti Csárdásos fuvolán, hát ezt eljátszott, örjön a közönség. Mindig a végén játszottuk a Monti Csárdás egyébként. Úgyhogy míg ezek a heavy metalosok hatalmas nagy körmökkel, kilakozva, kifestve, föltupírozott haja, tehát eleve már botrányt akarnak csinálni, vagy majd megbotránkoztatják az embereket, vagy így akarnak feltűnősködni, és odállnak és recsegtetik, ropogtatják iszonyú hangerővel a zenét. Én a kis pici kis erősítőmmel is nagyon szívesen felállok egy nagy színpadra, mert mi nem szeretjük a hangos zenét. Azt hiszem, ezzel egyetértek. Én teljesen más vélemény vagyok veled ezből. Ezért a demokrácia. Tehát ne keverjük össze a heavy metalt, dead metalnal és az ebből kialakult dolgokból. Mert a heavy metal az egy más műfaj volt. Hát nézd, a Kiss annak idején ki voltak öltözve, és csépeltek, mégis világslágereket csinálták, tehát készítettek. Tehát nem szabad összekeverni. A másik az, hogy a mai heavy metal, tehát a lányommal járok heavy metal koncertekre, ő egy teljesen más világ, mint én vagyok. Tele van tetoválva, és ebbe az ő kis világába él. Nagyon jó zenészek vannak. Olyan dobosokkal dolgoznak ma ezek a metal zenekarok, és olyan technikás gitárosokkal, hogy valami eszménytelen. Na, azért van konszenzus közöttünk, mert ugye van még egy kategória, ez a dead metal, amikor mindenki démoni megszállás alatt, ők amikor nincs elég erős lelkük, oda dobják magukat olyan erőknek, akikről most nem is a műsorunk szól, de létezőként látjuk, hogy minden gyengét képesek beszippantani. És ugye itt is a zenében is látszik, hogy itt is megvannak az egyen torzulás. Hogy ki milyen irányba megy. Tehát te még a harmónia nagyon fontos, hogy nézel ki, de az emberek nagy része ezt képviseli. Az mellett nagyon gyönyörű. Amit otthon kaptunk. Amit otthon nekem édesapám hegedülni. Tudod, zenei óvodába jártam, engem még a Bartók Béla vett, nem, Kodály Zoltán, elnézést, Kodály Zoltán vett föl a zene óvodába, és utána automatikusan a zenei általánosba kezdtem. Tehát nem is mehettem is rendes óvodában. Igen. Nagyon félt mindenki tőle, mikor a folyosón a tanárnők piros szeme volt, hosszú fehér haj, egy szigorú ember kinézete volt. Jó csaj volt a felesége. Bizony, igen. Na de hát jó volt az akadály tanulás. Az. Én úgy érzem, hogy jó volt. Jó, ezek az alapok, elindult az életbe, abból tudsz merítkezni, amit hoztál. Hogyha nem hozol semmit, akkor nagyon hamar kiderül egy 20 perces beszélgetésből, nincs semmi benned, amiből tudsz beszélgetni, és semmi gyökere nincsen. És akkor kint vagyok Németországban, egy lemezboltba, és egy Zollner Attila lemezt veszek a kezembe, haza is hoztam, ez egy CD, Dissidat 74-ben Visegrádról, és egy néger kralinétos játszik vele, és azt mondanád, hogy a debreceni 9 lukú hídnál vették föl olyan zene. És mint hogyha ott nőtt volna föl az a néger, mert vitte magával ezt a magyar cigányos, jazzes keveredést ki, és ott csinált egy zenekart. Egyébként ez Bartók is megtette, Benny Goodman-el, tehát igen, gyakorlatilag. Aha. Ez a fantasztikus. Ez azért mondtam, hogy a zene nem ismer határokat, tehát ez egy csodálatos dolog. Figyelj, Charlie, hogy tegnap kiszaladtam Bécsbe, mert valami dolgom volt, és igazából lehet még bizonyos nagyboltokba a CD-ket kapni, de zenét már nem lehet kapni. Hogy ti hova tudtok elmenni zenét vásárolni, meg arról is beszéltek nekem egy kicsit, hogy látjátok azoknak az igazi zenészeknek a jövőjét, akik még a CD eladásból éltek, de ma egyszerűen nem lehet CD-t eladni, és a zenészek elég... Szentendre Jazzpresso, ez a neve. Szentendre Jazzpresso. Ott állunk még CD-t? Ott nagyon-nagyon finom igényes zenék vannak. CD-t ott, igen, ott lehet vásárolni. Amúgy igen,
ez a tapasztalat sajnos nagyon nehéz, tehát nagyon kell kutatni, az ember jó zenét akar. De hála Isten, ez a zenész társadalom, ez olyan, hogy egymásnak szólunk, hogy oda néz milyen jó, oda néz milyen jó. Ez a szám. Én azt hallom, hogy az artist már nem ad pénzeket a zenészeknek, tehát hogy volt valami új megállapodás, és egyszerűen már régen azokat a biztos pénzeket, amit évre azért a zenészek föntartották magukban, ezt is elveszik tőlük. Ez sajnos azért van, mert monopolizált lett ez a szakma is, tehát olyannyira a nagy major kampanék a kezükbe vették a hatalmat, hogy a kisebb kiadók meg is szűntek gyakorlatilag. Itt is. Hihetetlen, hogy ez egész szintek. És ez a major company, ez szétosztja természetesen a jogdíjakat azoknak az embereknek, akik az ő kedvenceik. Hát ez mindenhol úgy van. És a kiszenész, ez a kiszeneszerző, ez nem kapcsolat. Aki az új zenét hozna, az új zenei irányzatot, és az nem kapcsolat. A másik pedig erről meséket tudnék, tehát hosszú mesét tudnak mondani. Megjelent most Magyarországról, például megjelent az új, mikor hazajöttem, akkor a régi vastapsot összehoztuk, csináltunk egy csodálatos CD-t 12 dallal, nagyon jól sikerült. Hivatalosan megjelent a CD, bekerült a boltokba, és másnap az interneten ingyen le lehetett tölteni. Van egy ilyen úgynevezett internetrendőrség, ahol be lehet telefonálni, be lehet jelenteni, hogy ez és ez a website ingyen letölthető. Már túlnyomó részből, Hongkongból, Romániából, akárhonnan megjelennek ezek az oldalak, és akkor le is vannak tiltva, két nap múlva megint csak ott vannak ezek. De a legújabb kiadások, tehát ez nem csak magyar, hanem mindenféle a világ összes tájáról. Na most mi kaptunk aztán Romániából egy olyan levelet egy ilyen websájtól, között megkértük, hogy vedd már le, légy szíves, vagy pedig legalább kérjél 10 forintot a számonként. Visszajött, hogy örüljetek, hogy feltettük az oldalokra a CD-teket, ezzel benneteket népszeresítünk, és még örüljetek, hogy nektek nem kell fizetni érte. Tehát itt tart az elejépi ipar. Másik az, jó zenék vannak ám, Petikém, csak az az igazság, hogy nincs rá kereslet. Mert a mai fiatal, én el vagyok csodálkozom, mondjuk most itt Magyarországon járok így többször, és sűrűbben különböző tömegközlekedési eszközökkel, mert Németországban beülök az autóba, aztán mindenhol ott megyek. De itt látom, hogy a fiatalok mindenhol ott vannak a kis okos telefonok, amik az MP3-ak le vannak töltve, és azokat pedig csak az internetről töltik. A belső börtönükbe utaznak, igen, tehát nem igen. Is látják a világot. Nem. Tehát mindenki letölti ingyen, hallgatja, és ez van. Szemkontaktus nincs az emberek között, ez valami borzalom. Nekem a legérdekesebb, hogy egyszer késő este mentem haza egy koncertről villamossal, mert nem tudtam már autóba ülni, mert megittem egy pohár bort. Gondoltam, nem rész kérdezem. És két fiatal, egy csodálatos fiatal lány, egy csodálatos fiatal lány, mert én még mindig fiatal, a szemem kifelé, ez még mindig megnézi a fiatalokat. Egy sráccal álltak így egymásra szembe, mind a kettőnek a kezébe az okostelefon, és akkor egyszer csak a srác mutogat valamit a csajnak, csajszé oda néz, igen, és ez a tárgy, ez nem a beszélgetés. Nem megelőhette, nem megpuszítottam. Nem, hát ez borzasztó, és azt mondtam, hogy atya, úristen, ilyen időpontban, annak idején, mi már így öleltük, és már azon voltak gondolatok, hogy mi lesz. Hova tudom bevinni? Megnézted, hogy a farzsébében milyen zsebkendő hát van. Nem. És ma ez egy annyira elfeldült ez az egész dolog, az egész világ. Ez a zene is, tehát egyszerűen vannak jó zenék, és én a mai napig is találok, és hogyha hallok egy jó zenét, igenis bemegyek a CD-boltba, vagy felmegyek Amazonra, és megrendelem azt a CD-t, mert először is én szeretem nézegetni, hogy kik vannak benne, kik játszanak rajta, és megfogni, betenni, leülni, és hallgatni. Másodszor is bennem még megvan az az érzés, mint kollegialitás is lehetséges, hogy talán kap egy pár dollárt, vagy egy pár centet abból, hogy amit megvettem. Nem a menedzsere szedett tőle. Ja, gyerekek, most elmentünk valami rossz irányba, mondjuk a világ se szép irányba alatt, de a végén, mert zenélnék egyet így záróképként, valami dobjátok föl már bulit, mert ez eléggé nem rózsaszín ez a helyzet, de a legszomorúbb ezen a villamosos sztorin voltam kiakadva, hogy gyerekek, hogy a másik az, hogy elmegy, leissza magát, és nem akar tudni magáról, hát mi történik vele. Az a másik. Tehát most már Németországban is olyanok botrányok voltak, hát bemennek fiatalok csoportosan egy kocsmába, és szívószállal versenyt piáznak. És meghalt egy fiatal srác.
meghalt alkoholmérgezésben, ott halt meg ott a bárpultnál, és a többiek meg íze rögtek, hogy mert leesett, jaj, de jó. Borzasztó. Azt hiszik, mint a rajzszínben nyomnak egy gombot, és úgyból fölkelt. A belváros az megváltozott, mert a belvárosos már nem az 5. Váci utca és környéke. Én időmben ott az Frankó volt, meg Petőfi Sándor utca Jazz Club, nagyon jó helyek voltak. Most sokkal több hely van, 100-szor annyi hely van, ahol szólhat a zene, és szól is a zene, csak a kisrácok kint állnak az utcán, és ahogy a Charlie mondja, telefonálgatnak. Haverom játszik a Dohány utcában egy ilyen pinceklubba, a Charlie-ék befejezték 11-kor a zuglóban a buliukat, autóba ültem, Veselény utca, és visszafordulok a Dohány utcába, volt parkolópont, és megijedtem, azt hittem, hogy valami bombariadó van, mindenki kint van az utcán. Bemegyek, és teljesen üres volt a klub. Egy pinceklub, és egy rock együttes játszott bent. Senki nem volt bent. Mindenki kint a épület előtt. Ez még a vendéglátósoknak is rossz. Az ugyanolyan, az jutott eszembe, egy világhírű hegedű művész letesznek a párizsi metróban, és aki, amire este $1000 fizetsz egy jegyért, ott egy rupót nem adsz azért, mert mindig ugye a status quo, a megfigyelés, a protekcionizmus a dolog, de hát ha az ember így van összerakva, akkor majd megkapja. Mondjuk ezt egyébként, ezt, hogy az utcán vannak az emberek, ezt a vendéglátósok is nagyon tönkretették itt Magyarországon, sőt, most már Németország és a világon mindenütt úgy szintén, mert az a tendencia, hogy egy hónap alatt milliómosnak lenni, és nem az, hogy szépen lassan, és akkor a közönséget oda szoktassuk, és ebből kifelelően az a metódus, és az a szokás, hogy bejön egy zenekar, mert ma már zenekar mindenki lehet, hangszereket nem úgy volt, mint annak idején, hogy megspóroltuk, hogy vegyünk, vagy csináltattuk a dobot a dubánnál, vagy akárhol, hanem elérhető mindenki számára, bemegy a zenekar, és azt mondja, hogy itt fel akarunk lépni. És akkor azt mondja a főnök, nem azt mondja, hogy milyen zenét játszotok, vagy hogy ti kik vagytok, hanem azt, hogy hány embert hoztok be. Mm-hmm. Öten vagyunk, mindannyiunk van, öt komája, vagy hat komája, az 30 ember, 35 betűnk az, gyertek fiúk. Isznak? Hogyne, hát abban nem lesz baj. És valóban a 30 ember bemegy, megissza azt a 60 sört, és ez a kocsmárosnak megvan a fogyasztás, és a zenekar nem kap egy fityinget se. Ott van a legnagyobb baj. Örömzenészek. Bemennek ingyen, csak azért, hogy most akkor mi játszottunk. És az a legnagyobb, voltam egy ilyen klubba egyszer, tudnék, meghívtak, hogy menjünk oda játszani. A belvárosban van egy nagyon jó hely, lent annak idején még Szakcsi Lakatos játszott, a jazz klub volt lent pincébe, és éppen akkor szerelt fel egy zenekar, és beszélgettünk ott a főnökkel, és akkor mondtuk, hogy akkor mennyiért jövünk, hogy jövünk, és mondta, hogy hát pénz az nem nagyon van, mert nem akar fizetni, mert például az a zenekar, aki most jön, az is próbajátékra van, és ha jó, akkor majd jöhet játszani, és lehet, hogy kap gázsit, de hát még az sem biztos. Beszélgetünk, és a felső helység, ez tele volt vendéggel. Lent a pincébe éppen a zenekar összerakta, és egyszer csak belecsaptak. És nem viccelek, fél óra múlva fent is mindenki fizetett, és elmentek az emberek, elmenekültek az emberek. Olyan rossz volt a zene. Na, most látok, a végre hozunk már valami kis pozitívat ki, mondjam, mert nem akarok ilyen dekadens műsor. Pozitív, el kell jönni a Superstation-re. Elmondom, mi a pozitív. Az a pozitív, hogy én a Péter is úgy találkoztam, hogy itt a Fóti Kultúrház színpadán zenéltetek úgy, hogy de bárki bejöhetett és megvehette a kis sörét, közértáron leült és hallgatott benneteket. Ez a maga a küldetés. Most ebből nem lehet megélni, ebben nincs. Ezt a kis tévét én ugyanígy csinálom, hogy az emberek azért gondolkozzanak el azon, hogy milyen világ felé megyünk, és hát ha van, akinek ötlete van, hogy változzon meg, lemenjen oda a gödörbe és meghallgassa a zenész. Nincs más kiút, ha nem tudunk változni, akkor ez a nemtelen zene lesz a részünk, meg ez a nemtelen élet, amit elkezdtünk élni. Ki az ászófiúk? Most az előző adásban te voltál, most Charlie. Hát én azt szeretném, hogyha ez a nemtelen élet és a nemtelen zene ismét megformálódna oda, ahonnan elindult. De különösen hazánkban nagyon nagy sok lehetőség van, hiszen egy olyan csodálatos zenei hagyományokkal él, és van ez az ország, hogy csak egy kicsit vissza kéne hallgatni, és le kell kapcsolni a televíziót, le kell kapcsolni azokat a bizonyos rádióadókat,
és el kell menni esetleg egy hanglemezboltba, vagy egy CD-boltba, és egy jó kis lemezt venni. Vagy megkérdezni az apukát, vagy anyukát, hogy van valami jó zenétek? Mert biztos, hogy ott van még a polcon, és akkor bele kell hallgatni. Vagy el kell menni, meg kell válogatni azokat a zenekarokat, ahova elmegyünk, és jó zenét kell hallgatni. Uh-huh. Kedves nézőink, önök VNTV-t láttak ezenből is a Lelkedből zenélek című adásunkat. Korábbi adásunkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján láthatják. Szép Charlie-val. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Szevasztok! Nincs gázsi fiúk, ugye? Nincs gázsi. I saw her on the down the street. The little girl, she looked so sweet. I finally had her on my mind. I had a stomach talk about. Yeah, I was looking back to see her. She was looking back to see. I was looking back at her. She had a yellow golden hair. Stop at door. Yeah, I was looking back to see. She was looking back to see. I was looking back at her. See, I was looking back at her. She had a yellow golden hair, going for the family man. She ran a really red chivalry. I want a little stop at home. Yeah, I was looking back to see. She was looking back to see. I was looking back at her. Yeah, I was looking back to see. She was looking back to see. I was looking back at her.